Önök a Cikádor magazint látják, köszöntöm nézőinket. A Bátaszéki Gondozási Központban egész nyáron programok várják a jelentkezőket. A szervezők azt mondják, ha víz vagy állatok vannak a kínálatban, előre lehet borítékolni a sikert. Ezúttal kiképzett kutyákkal találkozhattak a napközisek. A terápiás kutyáknak a fő tudománya az, hogy mindenkinek szót fogadnak, mindenkivel elmennek sétálni. Ugye nem úgy, mint egy rendőr kutya mondjuk, aki szintén segítő kutya, de ő csak a gazdájával dolgozik, vagy egy vakvezető kutya, ugye ő is csak a gazdájának fogad szót, de ő neki pont, hogy mindenkit elfogadnak, szeretnek, majd látjátok is, jó? Akinek van otthon házi állata, pontosan tudja, hogy a kötődés, a tanítgatás, a közösen eltöltött idő mennyire jó móka. Hogyan tudja szorosabbá tenni a kapcsolatot, mennyi mindent ad mind a két fél számára. A terápiás kutyák toleranciája pedig kimagasló. Igaz, egy kis simogatásért bármire képesek. Minden évben olyan április környékén elkezdünk ötletelni a családsegítőkkel és különféle segítőkkel, hogy abban az évben mégis mit lehetne a gyerekek elé vinni. És többen ismertük már a Csigabiga alapítványt előző munkahelyekről vagy személyes tapasztalat alapján, és mivel ez még nem volt, én úgy tudom, hogy soha nem volt még egy ilyen program, úgy gondoltuk, hogy akkor Csigabiga alapítványt így behozzuk ebbe a nyári programokba, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy jó döntés volt, mert nagyon élvezik a gyerekek. Ha állat van, akkor nyugalom van? Igen, meg ha víz. Tehát állat és a víz, akkor nagyon, nagyon jól el vannak a gyerekek. A táborban igazság szerint általános iskolás gyerekeket, tehát körülbelül 7-8 éves kortól egészen akár 16-7 éves korig jöhetnek nem csak rászoruló gyerekek, hanem gyerekek, tehát hogy bárki jöhet, bárki jelentkezhet. Kicserélődött ebben az évben az előző évekhez képest a gyerektábor. Elég hullámzó, általában azért vagyunk egy 10-15-en, de volt olyan foglalkozásunk, hogy 25-en is voltunk. Nagyon élvezik általában ezeket a gyerekek, és egyre elterjedtebb, én úgy látom. Nem csak a rászoruló gyerekeknek a körében, hanem minden gyermek körében az, hogy vannak ilyen nyári programjaink. Szerintem nagyon jó hatással van rájuk a kutya jelenléte, meg a közvetlen szeretet, ami belőlük árad, és egész máshogy viszonyulnak sokan, akik előtte tartottak mondjuk bármilyen állattal, utána bátrabbak. Bíznak bennük. Én gyógypedagógusként dolgozom, speciális iskolában, és ott súlyos halmozott fogyatékos kerekesszékesekkel dolgozunk, heti rendszerességgel, úgyhogy ők ahhoz is hozzá vannak szokva, de évgyerekekhez óvodába, iskolába is járunk, idős otthonba, táborokba, így nyáron, úgyhogy körülbelül ennyi. Meg játszóházakat tartunk. Látszólag nincs sok különbség az agility, azaz a kutyás terep bemutatók és a terápiás játékok között. De a látszatcsal. Az agility-vel ugye a saját gazdával dolgozik, másik idegen ember jelenléte nélkül, és ott igazából versenyre megy az egész, és betanult feladatokon, betanult pályán mennek végig, és általában, hogy pontosan a feladat betartás, és minél gyorsabban kell teljesíteni. Itt pedig rengeteg a gyerek, most idegen velük például először találkoztunk, őket nem zavarja ez se, hozzá vannak szokva, és mindenkivel dolgoznak, kell a felvezető, ugye, aki irányítja, de én, akinek odaadom a pórázt, azzal megy egyedül is, úgyhogy nem vagyok feltétlenül minden feladatba szükséges. Az alap az egy év, akkor mehet először vizsgázni, de azért általában több idő. Nálunk a Szotyi nagyon ügyes volt, egy éves volt és két hetes, mikor levizsgázott az első körben. Dió most már elmúlt 2, de ő kicsit idétlenebb típus, ugra-bugra, úgyhogy ő most ősszel készül a vizsgájára. De általában ilyen 2-3 év szokott lenni. Ha Dió ugrik, akkor mindenki ugrik egy nagyot, jó? Megmutatjuk, hogy nem. Forogsz, úgy. Akkor ül. Nem. Megfekszik, jó? Ezek lesznek a feladatok. Jó, lefeküdtek a pocakotokra, meg úgy is, hogy legugoltok, és csak a kezetek megy előre, jó? Dió és Szotyi elkápráztatta.
és elszórakoztatta a gyerekeket. Olyan feladatok végrehajtására is rávette őket, amelyeket maguktól egészen biztosan nem csináltak volna meg, mert hogy valószínűleg cikinek tartották volna ennyi időskorban. Pedig ez csak játék. És ha ezt egy kutyával közösen lehet csinálni, akkor már egészen más a helyzet. Az elmúlt években sokat tett Bátaszék azért, hogy emlékhelyei, emlékművei állapota ne romoljon, és tovább őrizze a történelmi korok és események mának szóló üzenetét. A sorban most az az emlékhely jött, mely messze a lakóövezettől egy mezőgazdasági területen áll, és 14 gyermek tragikus haláláról mesél. Már majdnem véget ért a II. Világháború, amikor Bátaszék határában játszott egy gyerekcsapat. Egy bombát találtak, mely az idáig nem robbant föl. A játéknak tragikus vége lett, mely 14 kisgyerek életébe került. A bátaszékiek emlékoszlopot emeltek az áldozatoknak, melyet azóta is fölfölújítanak, mint ahogy a többi, a városban álló emlékhelyet is. Nagyon sokat foglalkoztunk, én úgy gondolom, az elmúlt 5 esztendőben emlékműveink állagával. Felújításra került támogatásba az első világháborús emlékmű, saját forrásból a második világháborús emlékművet is felújítottuk. A temetőben a hősök emlékműve is felújításra került, és állítottunk újakat is, hiszen egyrészt a egykori Bátaszéken élő szerbek tiszteletére állítottunk egy emlékkeresztet, Trianon emlékére is állítottunk egy emlékművet. Fontosnak tartotta a városvezetés, hogy ezek az emlékművek, emlékhelyek ezek mindig gondozott állapotban legyenek, és hát sor került most ennek az emlékműnek a felújítására is. Ugye a településünk történetéhez hozzátartozik, hiszen a háború végén 14 gyermek lelte halálát egy II. Világháborúban fel nem robbant bomba kapcsán. Az akkori település állított emléket ezeknek a gyerekeknek. Az elmúlt időszakban a polgárőrök gondozták mindig ezt az emlékhelyet, de sajnos eljött az az idő, amikor már a felújítást meg kellett tenni. A város mintegy 500 000 forint forrás biztosított annak érdekében, hogy egyrészt az emlékművet körbevevő kerítés újuljon meg, illetve magának az emlékműnek a felújítása is néhány héten belül elkészül. Így hát az elkövetkezendő 50-60-80-100 évben itt lesz megtalálható. Nagyon pozitívan fogadta a termőföld tulajdonosa is a kezdeményezésünket, és egy megállapodásban rögzítettük is, hogy amíg ez az emlékmű áll, ezt ők tiszteletben fogják tartani, és a mezőgazdasági művelést ennek megfelelően fogják folytatni, sőt adományt is biztosított az emlékmű felújításához, mint egy 100 000 forint értékben, ezzel is jelezve, hogy számára is nagyon fontos, hogy az emlékmű meg tudjon maradni az elkövetkezendő időszakban is. Most rövid reklám következik, majd sorozatot kezdünk, melyben hosszabb beszélgetéseket láthatnak mindazokkal, akiket az idei esztendőben a Városnapja alkalmával tüntettek ki Pro Urbe díjjal. Változik a világ, és vele változik az Otthon Mix kisáruház is. Már a gyerekek is megtalálhatják kedvenc játékaikat újonnan nyílt osztályunkon. Étkező, konyha vagy fürdőszoba berendezés, tisztítószer. Nálunk mindent megtalál, amivel szebbé varázsolhatja otthonát. Ajándékot szeretne szeretteinek? Akkor is nézzen be hozzánk. Ezen kívül kínálunk komplett hőszigetelőrendszert nemes vakolattal, festékeket széles választékban, gépi színkeveréssel több ezer színárnyalatot választva. Forgalmazunk villanyszerelési termékeket, kötő és rögzítő elemeket, építőipari anyagokat, fenyő, fűrészárut. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, azt azonnal megrendeljük és napokon belül a rendelkezésére bocsátjuk. Termékek A-tól Z-ig a bátaszéki Otthon Mix kisáruházban. Folytatjuk a Cikádor magazint. Bátaszékváros képviselő testületének döntése alapján a Városnapja alkalmából kitüntetéseket osztottak ki, mellyel elismeréseket fejezték ki mindazoknak, akik sokat tettek a település fejlődéséért. Pro Urbe kitüntetést vehetett át többek között Nagy Ferenc is. Nagy Ferenc, nyugalmazott közigazgatási vezető, Pro Urbe Bátaszék elismerésben részesül. Ferenc, Feri bácsi, Bátaszékváros és lakossága érdekében hasznos munkásságával járult hozzá a közigazgatási
és a társadalmi élet területének a fejlesztéséhez évtizedeken keresztül közigazgatási vezetőként, majd települési képviselőként. Nagy Ferenc a postán kezdte a tevékenységét, de a futball lekötötte minden figyelmét. A város vezetősége azzal segítette, hogy állást ajánlott neki a községházában. Azt mondja, ez volt élete egyik legjobb döntése. A foci az egy csapatjáték. Én mindig egy csapatjátékosnak vallottam magamat, és ez így történt a munkám során is természetszerű. A pályán küzdő voltam, nem akkora spíler, hogy tovább juthattam volna, de mindenképpen, és ez át lehetett hozni a munka helyére is az embernek. Én olyan apparátusba kerültem vissza, akikkel között 4 évén keresztül együtt dolgoztunk, és netenten szittuk a vezetőket, ha olyan volt a helyzet, és azt követően ennek a csapatnak, hogy így mondjam, lettem a vezetője, ragyogóan fogadott a közeg, jól együtt tudtunk dolgozni, és hát egy példák sorát tudnám itt elmondani, ami a közös munkának az eredménye lett, mert egy vezető az kevés, hogyha természetesen nem számít az apparátusára, keresztbe is tudnak tenni, de vele is együtt tudnak húzni. Na most szerencsére ez a 70-es, 80-as évek, ezek olyanok voltak, hogy félelmetes módon beindult az építkezés. Ebből adódóan közművesíteni kellett nyakra főre. Egyik utca a másik után épült, a Bátorszéken bizonyos helyeket, ami olyan fehér foltok voltak, azokat beépítettük sorba-sorba, és utána fejleszteni kellett. Volt olyan, amikor már ott voltak és építeni akartak, de még nem volt vízük, mert nem tudott lépést tartani ezzel a fejlesztés. A ragyogó hitelfeltételek mellett adtak kölcsönt abban az időben 2-3%-os kamattal, és ez garantált kamat volt. Némi hely saját erőt kellett a vállalkozó, az építkezőnek biztosítani, amit könnyen lehetett, és erre megvoltak a különböző módszerek, hogy hogyan és mint csinálják. Olyan történések is voltak, hogy, és ez egyik kedvenc dolgom, hogy volt Bátorszéken egy ilyen Rózsa utca nevű település, ez volt a cigánytelep. Ezt úgy asszimiláltuk, hogy bizonyos kisebb értékű házak vásárlásával megoldottuk, illetve akik képesek voltak rá, házhelyeket is kaptak különböző helyeken. Tehát nem maradtak kolóniában, hanem asszimiláltuk őket a település különböző pontjain. Az építkezések mellett természetesen fejleszteni is kellett ezt a települést különböző területeken. Egészségügytől most sorolhatnék, de nem akarom. Az oktatás volt főként a sarkalatos pont, mert tudni kell, hogy a 80-as évek végére Bátorszék volt a megye legnagyobb létszámú általános iskolája, 1300 gyerekkel. Ez bizonyos mértékig a körzetesítés is vonta, mert néhány környező települést ide körzetesítettek, de ettől eltekintve. Na most ehhez kellett tantermeket építeni, kellett egy normális konyhát, ilyen 800 adagos konyhát, amit ki tudta elégíteni. Ezek megvoltak. Az építkezések mellett volt már egy gimnáziumunk, ami 64-ben indult, ezt fenn kellett tartani, azt is bővíteni, és hogy pedagógusok számára vonzó legyen Bátorszék, szolgálati lakásokat kellett építeni, bérlakásokat, ezeket mindent megtörtént. Abban az időben, ha jó együtt tudott az ember dolgozni a tanácselnökkel, akkor ez viszonylag könnyen ment. A végrehajtó bizottság összetétele az általában olyan volt, mint a statisztikához kellett, legyen benne fiatal, legyen benne nő, munkás, és a többi, tehát nem igazán szakemberek voltak. Ha nekik kedvező célokat tudtunk felvázolni, akkor ők, és a település érdekében természetszerű, akkor ők ezt segítették. Na most természetesen kontrollként még ott volt egy tanácstestület, ami viszonylag 50-60 fős nagy létszámú, főként akkor, amikor hát Bátorszék községből 70-ben nagyközségi közös tanács lett, néhány település, de körzetesítésével, akkor a tanács testülete mondta mindenre ki az áment, hogy így mondjam, a pontot a fejlesztésekre, és természetesen oda kellett figyelni, hogy a társtelepülések is megfelelő módon fejlődjenek, tehát nem lehetett Bátorszék centrikusnak lenni. És ez így működött gyakorlatilag mindenféleképpen.
A rendszerváltást követően Nagy Ferenc újra részese lett Báta szék képviselőtestületének. Akkor ez a csapatmunka, ez egészen más arculatot öntött. Itt inkább hozzáértő emberek voltak már bent, olyan emberek, akik bizonyos vezetői feladatokat láttak el a településen, velük az akkori önkormányzati vezetéssel, legyen polgármesterrel, jegyzővel együttműködve könnyebben lehetett dolgozni, de természetesen viták után születtek meg a döntések, sokszor egészen harcos viták után, de általában képesek voltunk, hogy így mondjam, egyfele húzni. Mindig is a Bátaszék volt a célpont, tehát a település érdekét próbáltuk is, nem igazán párt irányban próbáltuk elvinni a települést. Azt vallja magáról, hogy számára Bátaszék mindent jelent. Hogy is lehetne ez másként, ha valaki közel 80 évesen ugyanabból a házból megy átvenni egy díjat, mint ahol meglátta a napvilágot? Nagyon sokat jelentett. Óriási dolog volt akkor, hogy én a falu születteként a település egyik vezetője lehettem, és ez most minden rendű rangúban, itt gondolok a szövetkezetekre, különböző intézményekre, szinte már a végén egyedüléként voltam a bátaszéki, ez nekem nagyon sokat jelentett, de óriási felelősséget is adott. Nekem meg kellett felelni a Julis néninek, a Pista bácsinak, ha bejött ide a hivatalba, az ember ha szavát adta, akkor azt illett betartani, és engem azt sem zavart, és mindig felszabadítottam az embereket, hogy én továbbra is legyek az a Nagy Feri, akit ő nagy gyerekkoromtól ismert, és itt fordulhatnak, vagy forduljanak hozzám nyugodtan, és mondják el, és osszák meg velem a problémájukat. A kollégáimat is erre próbáltam irányítani. Az lényeges elmondani, hogy ennek az elismerésnek, amit kaptam, egy vezető, ez egy ember. De ha nem áll mögött egy olyan csapat, aki kvalitásában az akkori fejlesztésekben partner, a műszakiak, de mondhatnám a pénzügyi csoportot, akkor, hogy is mondjam, vagy félkezű óriás az ember. Nagyon jó munkatársakkal dolgoztam együtt, akikből a későbbiek során, mert folyamatosan aki kívánta magát képezni, azt beiskoláztuk, államigazgatási főiskolát, többen végeztek számviteli főiskolát a tanács segítségével, és a rendszerváltást követően ebből ketten, hárman település vezetők lettek környező kisebb településeken. Kétféleképpen tudok sétálni az utcán, meséli. Ha akarom, számba tudom venni a mai napig, mi az, ami a kezem nyomát viseli. De másképp is végig tudok menni Bátaszéken. Én meg úgy is tudok sétálni, hogy észreveszem, hogy mit kellene megcsinálni. Kollégáim nevettek rajtam, mindig azt mondtam, hogy gondoljanak arra, hogy én ilyen 183 centi magasan egy kalappal a fejemmel, ha megyek a járdán, akkor szeretnék közlekedni, tehát a faágat ne lógjanak be. Mi rendszeresen körbejártuk két alkalommal a műszakiakkal a települést, és akkor megnéztük, hogy a Magyar utca 15, én ott lakom, hogy ott akkor mit kell csinálni, árkot rendezni, esetleg ágat levágni, és a többi. Erre intézkedési terv született. Most vannak hiányérzeteim, hogyha temetőben netán gyalogosan kívánok kisétálni, hát nem nagyon lehet elmenni a járdán, mert már az állampolgárok sem figyelnek úgy oda, mint valamikor. Óriási dolog volt, és ez nagyon-nagyon lényeges, a társadalmi munka, mint ilyen szó, ez ma már semmit nem jelent. Abban az időben sorba jelentkeztek, hogy mi szeretnénk ezt a közművet először az utcánkba kiépíteni. Szilárd burkolatú utcák épültek, a műszaki vezetést kellett adnunk, és a hozzá szükséges anyagot, a cementet és a sódert, a többit az utca lakói megépítették, ilyen volt a Gárdonyi utca, Deák utca, Őz utca, és sorba álltak, amikor elkezdődött a szennyvíz kiépítése is a mi időszakunkban történt, és a gáz kiépítése, szövetkeztek az utcák, pénzt adtak össze, mert egyébként lakossági összefogással lehetett ezt csinálni, az ő pénzükkel,
hogy nálunk történjék meg előbb, nálunk történjék meg is, és kétkezi munkájukat adták, nem várták meg, hogy az árkot netántán jöjjön egy gép, és az visszajön, az kézzel megtörtént, és megcsinálták. Én hiszem, hogy most is a városlakók magukénak érzik a települést, de nem mutatják meg igazán, hogy a környezetükben többet kellene, hogy tegyenek. Az árokban a gaz levágásától a másik harmadikig. Gyerekkoromban nekem az volt a feladatom, minden hétvégén az út felező vonalaig el kellett söpörni a járdát. Annak úgy kellett kinézni, ma már ezek a dolgok nem így működnek, elvárják, hogy itt a városvezetés csinálja meg, sőt jelzik a problémákat, hogy csinálják meg. Mikor arról kérdezem, mit érzett a díj kapcsán, azt mondja, meglepődött, hogy ennyi év után még számba veszik a teljesítményét. A 8. X előszobájában, ahogy mondtam, az ember már nem arról ábrándozik, hogy valami elismerést kap, korábban talán igen, inkább a gyógyszerén meg a vérnyomását, ilyesmiket figyel, meglepődtem, és az ember hosszú életet él, különböző elismerések kap a véradástól, a polgárvédelem keresztül, de kormánykitüntetést is, erre is büszke vagyok. De két elismerésre vagyok igazán büszke. 1998-ban a kollégáim, tehát a megyei jegyzői először engem választottak meg az évjegyzőjének. Ez egy óriási dolog volt, akkor nekem a szakma ismert el, mondták, hogy ezt én érdemlem meg, és másodszor pedig hát az a település, ami a Szüzem Csücske, tehát annak az a vezetőtestület tartott engem méltónak az díjra, az elismerésre, ahova az életem köt, tehát hazai pályán kaptam meg ezt az elismerést, és ez egy nagyon nagy értékű volt számámra, igencsak meghatottam, és büszke is vagyok rá. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!